Már a gyermeket vállaló anya se legyen túlsúlyos, mert ebben az esetben a hajlam öröklődik. Erre rakódik a helytelen táplálkozás és a mozgásszegény életmód. Az elhízás továbbra is az egyik legjelentősebb környezeti tényező, ami későbbi betegségekhez hozzájárulhat. Tehát a 70-es évektől megtízszereződött a gyakoriság. Az utóbbi évek adatai szerint Magyarországon minden ötödik gyerek túlsúlyos, ezen belül pedig 5%-uk elhízott, tehát kórosan kövér. A kicsikorban jelentkező elhízás az esetek döntő többségében felnőttkori kövérségé alakul, megágyazva ezzel a betegségeknek, a magas vérnyomástól a szív problémákig. A baj, mondja Kripli Ilona, hogy a figyelmeztetés sok esetben hatástalan. Az életmód váltás részleteit kell kibontanunk, ezt kell hatékonyabbá tennünk. Ugye ez sok időre lenne szükség, aminek a kereteit meg kéne teremteni minden család esetében legalább egyszer, vagy ha kell, lesz ismételve többször. A környezetváltozás, a pozitív hozzáállás és a figyelem adhat esélyt a gyerekeknek a fogyásra. A megfelelő mennyiségű mozgásra, a kornak és testalkatnak megfelelő táplálkozásra és a negatív hatású szokások megszüntetésére van szükség, melyben együtt kell működni a családnak és az ellátórendszernek.